Lakics Hanna, bassza meg a süti. Részlet. Gyertek, gyertek, suttogta Aliz sürgetően. Megvannak az ajándékok? Anya, én neked adtam, reklamált Matyi. Igen, igen, megvan, matatott Aliz a táskájában. Nektek megvan? Andris és Benedek unottan elővették az ajándékot. Oké, szuper, kész vagytok? Meggyújtom a gyertyát, felhívjuk, és amint kijön, énekelünk. Megvan? Aliz átadta Andrisnak a telefont a híváshoz, majd igyekezett meggyújtani a hetest és az ötöst formáló gyertyákat, de csak másodszorra sikerült az izgalomtól remegő kezei miatt. Pedig még a társasház mellé is behúzódott, hogy védje magát a széltől. Ilona kilépett az erkélyre, mire a gyerekek a magasba tartották az ajándékukat, és énekelni kezdtek. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Andris és Benedek tapsoltak, Matyi nevetve ugrált az erkély alá, míg végül Aliz visszahúzta. Nem szabad közel menni, dorgálta finoman a kisfiút, felnézve a meglepett nagymamára. Karantén van, tudod. Ó, Istenem, csodálatosan, csodálatosak vagytok, köszönöm. Ilona egészen elpirult az örömtől. Hoztunk tortát is, Matyi rámutatott az Andris kezében lévő tortára. A Daubnerből hoztuk. Anya azt mondta, hogy ha még tortát is kéne sütnie, fejbe lőné magát, mondta büszkén. Nem, de hogy félreértettél valamit, drágám, szólt rá Matyira elfojtott idegességgel a hangjában, majd felkiabált Ilonához. Tudod, hogy sosem mondanék ilyet? Tudom, persze, mosolygott Ilona, egy kicsit kényszeredetten. Semmi gond. Aliz megkönnyebbülten elmosolyodott és rámutatott a tortára. Répatortát hoztunk, a kedvencedet. Az én kedvencem a sajttorta, szólt kissé sértetten Ilona. Én, bocs, elfelejtettem. Ilona csalódottan csóválta a fejét. Azért lerakjuk az ajtó elé, lejössz majd érte, ha elmentünk? Mondta kínosan Aliz, és kivette a tortát a legidősebb fia kezéből. Aha, szóval már is menni akartok. Nem, dehogy, nem azért, mentegetőzött Aliz, de Benedek félbeszakította. Anya, én menni akarok, még be kell fejeznem a földrajzot is. Ugyan már csak most jöttünk, mondta hangosan, megbizonyosodva arról, hogy Ilona is hallja, majd lehalkította a hangját. Próbáld elfoglalni magad, kérlek, tudod, hogy ez milyen fontos neki. Ja, látjuk rajta, nézett fel a telefonjából Andris. Tedd le a telefont, kérlek szépen, csak pár percet bír ki. Andris a zsebébe csúsztatta a telefont, de amint az megrezzent, ismét elővette. Anya azt mondta, pár perc és megyünk, kiabált fel Matyi. Már évekkel ezelőtt megmondtam, hogy nem kötelező ünnepelni a szülinapomat. Azt hiszed, ez nekem jó így? Miért kell sajnáltatni magad? Itt készültünk, a gyerekek csináltak neked ajándékot, legalább tettesd azt, hogy örülsz neki, kiabálta Aliz dühösen. Minek tettessem, ha téged úgysem érdekel? Miért ne érdekelne? Veled ellentétben mi szeretünk téged! Azt feltételezed rólam, hogy nem szeretlek téged vagy a gyerekeidet? Ilona dühösen rácsapott az erkély korlátjára. Hogy mondhatsz ilyet? Ugyan már, olyan sok az árulkodó jel, még a házasságomat sem támogattad. És nem volt igazam? Nem látod, mi lett belőle? Három haszontalan gyerek és egy elhidegült férj. Aliz levegő után kapott, de nem volt ideje közbevágni. Menjetek inkább haza, köszönöm a köszöntést, maradjunk ennyiben. Igen, inkább menjetek el. Zsuzsi is kilépett az erkélyre, meghallotta a kiabálást. Utána mindig nekem szitt titeket, hogy milyen sokáig maradtatok. Utálja, amikor jöttök. Napokig panaszkodik előtte, ha tud róla. Dehogy, ugyan én ilyet nem mondok, Ilona elpirult szégyenében. Arról is szokott panaszkodni, hogy milyen hidegek vagytok, és mennyire kényszeredetten beszélgettek vele, főleg az Andris. A fiú felnézett a telefonjából a neve hallatán, de senki nem figyelt rá annyira, hogy érdemes legyen abbahagynia a csetelést.